Williams Televízió. Az elmúlt időszakban Felsőpakonyon reggeli fennakadások nehezítették a közlekedést az iskola, óvoda közelében, több utcában is valóságos dugók alakultak ki. Emiatt több utcát is egyirányúvá tettek a településen. A polgármester erről és a jövőbeli tervekről is beszélt kameránk előtt. A nagyobb intézményeink általános iskola, óvoda, illetve a könyvtár és az orvosi rendelő előtt időről időről a csúcsforgalomban bizonyos időszakonként nagyon-nagyon sok autó mozgott egyszerre. Többször dugó keletkezett, két oldalt leparkoltak, középen csak egy irányba lehetett közlekedni, és ilyenkor ugye az volt a közlekedési rend, hogy a két szemben álló autó közül melyik engedi el a másikat. Ezen próbált a testület segíteni, nem új keletű dolog, régóta terve volt ez már véve, idei költségvetésbe beterveztük, így aztán, hogy a középen csak egyetlen szűkság marad, akkor is egy irányba haladnak az autók, biztonságosabban tudnak elhaladni, és könnyebb lesz talán a közlekedés reggelent, az iskolába jövet, óvodába jövet. Körülbelül hány utcát érint ez a változás? Ez per pillanat pontosan három utcát érintett, a könyvtár és az orvosi rendelő előtti Dobogatica utca lett egyirányosítva, az általános iskola előtti iskola utca lett, illetve az Zrínyi utcának a Mesevár-óvoda előtti szakasza, ahol még parkolók felfestésére is sor került, hiszen ott a közlekedési rendel ellentétben az intézmény a bal oldalra esik az egyirány utcába, így aztán a baloldali parkolás külön kellett jelezni. Emellett terveinkben van még, csak ez egy sokkal hosszabb folyamatnak lesz majd az eredménye, a főútunk, ami ugye nem önkormányzati út, hanem közútkezelői út, így aztán sokkal hosszabb az a procedúra, amin végig kell menni, hogy a gyalogos átkelők felfestése kerüljenek mind az iskola, mind az óvoda közelében. Mekkora összebe költi az önkormányzat részére? Hát egy ilyen 5-600 ezer forintos tétel volt, megrendeltük, megtervezték, és a közútkezelő által ajánlott cégen keresztül pedig elkészültek a táblák és a kivitelezés. A lakosság hogyan fogadta ezeket a változásokat? Én úgy gondolom, hogy volt egy-két lakos, akit ugye érint az egyirányosítás, és ők azért jelezték, hogy nem biztos, hogy maradéktalanul tudnak ennek örülni. A közlekedés viszont szerintem azóta sokkal gördülékenyebb lett, és a lakosságnak a javarésze, és elsősorban a gyermekeknek a közlekedését ez mindenképpen segít, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos számunkra, hogy a gyermekeket nyugodtan tudjuk vinni, és nyugodt körülmények között tudjuk az iskolánál, óvodánál útnak engedni. Yeah.